A január 1 ével életbe lépő változások leginkább a magyar családok megsegítésére szolgálnak, hiszen 2010 óta a kormány elsődleges célja hazánk születésszámának inspirálása, megnövelése. A három gyermekes családok kapják a legnagyobb támogatást adókedvezménybe, de azért 2012-13 fel egyértelművé vált, hogy akkor van három gyerek, ha van már egy, meg kettő. Tehát nem szabad le elfeledkezni az egy és két gyermekes családokról sem, és itt folyamatos, nagyon jelentős adókedvezmények léptek életbe. Az idejében is, 2018-ban is újabb 5000 forintos havi adókedvezményt kapnak a kettő gyermekes családok, így most már havonta 35000 forint kedvezményt kapnak az adójukból, akik főállásban dolgoznak. Az idei évtől könnyebbséget jelent majd a gyermekek első jogosítványának és nyelvvizsgáljának megszerzése is, hiszen ezek ingyenessé váltak. Szintén a gyermekvállási kedvezményhez kötődik egy nagyon jelentős támogatás. Ugye, akinek uh, diákitele van, és felnőttként, házasként már egy gyermeket vállal, ott három évre felfüggesztésre kerül a diákiteltörlesztése. Majd pedig, ha második gyermekük megvan, ott. Uh, a fele eltörlése, elengedésre kerül a teljes diákhitelek, három gyermek esetén pedig a teljes összege elengedésre kerül a diákhitelnek. A megkapható gyed maximum összege is változott pozitív irányba, amely szoros összefüggésben van a mindenkori minimálbér emelkedésével. Most már a második évben több mint 10%-os a magyar béremelkedés, ezt majd a 17-es statisztikák most jönnek ide, az előzetes beszélések alapján ezt már látjuk. Alig van olyan ország Európában, akinél ez megtörtént. Hozzáteszem, hogy van honnan növekedni ennek a bérnek. Ez a munkavállalóknak egy nagyon jelentős kedvezmény. Hát a munkaadók meg egy kicsit izgulnak, hogy ilyen bérnövekedés esetén is versenyképesek maradunk-e az európai konkurenciával szemben. Éppen ezért a munkaadók megnyugtatására is tett lépéseket az állam. A különböző adókedvezményekkel többek közt csökkentették a bérek után fizetendő szociális járulékot 27-ről 19,5%-ra.